nem állt meg az élet vásáros naményban, a lakosság összefogva, a szabályokat betartva éli mindennapjait, mondta el televíziónknak Filip Sándor, a város polgármestere. Az önkormányzat takaréklángon működik, akárcsak az intézmények, azonban az élelmiszer és a gyógyszerellátásban nem tapasztalható fennakadás. A jelenlegi helyzetben nagyon pozitívnak ítélem meg azt, hogy a lakosság hozzáállása teljesen normálisra kerekedett ki. Az elmúlt hét végétől folyamatosan átérezte a lakosság azt, hogy hogyan is, milyen formában kell viselkedni, és a kormányrendeletek megfelelően, és annak érvényt szerezve próbáltunk is hatni az emberekre. Átérzik a helyzetnek a súlyosságát, és tényleg csak indokolt esetben tartózkodnak az utcán, mennek el boltba bevásárolni. Az idősek előtt is tisztelet, hiszen próbálják betartani, sőt be is tartjuk a 9-től 12 óráig történő bevásárlási időt. Minimálisak a mozgások, úgyhogy ez mindenképpen segíti azt a folyamatot, amely a járvány lassítása érdekében elindult. Az intézményeket csak a szükséges mértékben használják, így például az iskolákban, óvodákban is egy-két gyerek tartózkodik, akiknek a szülei az egészségügyben vagy a rendvédelemben dolgoznak. Úgy hiszem, hogy egy nagyon komoly összefogás tapasztalható a városban. Külön köszönöm azoknak a vállalkozóknak, tűzoltó egyesületek tagjainak, akik a tegnap esti fertőtlenítésben segítettek, ezt folytatjuk majd a mai este folyamán is, hiszen vásáros nemény a beleg szíve speciális kis település, több település részből áll, egyszerűen nem érünk el mindenhová, beígérem, hogy ott leszünk és odafigyelünk. Arra kérek mindenkit, hogy maradjon otthon, tartsa be a szabályokat és figyeljünk egymásra. A maszk kapcsán jelezném, hogy a maszk beszerzése folyamatban van, és azt is közé fogjuk tenni, amikor ebből tudunk jutatni a lakosságnak. Tudom azt, hogy nagyon sokan hartak, óvodák, óvónők, egyéb csoportok, közösségek, úgyhogy ebben is próbálunk mindent megtenni az egészség védelmére, a járvány lassítására. Az egészségügyi ellátásban nincs fennakadás a kistérségben, tette hozzá Filip Sándor, ahogy a boltok ellátásában és a gyógyszerkészletekben sincs hiány. A vállalkozások és a munkahelyek tekintetében azonban néhol már érezhetők a változások. Összességében elmondható, hogy több középvállalkozást takaréklángon él, ugyanakkor vannak olyan vállalkozásaink, akik pont a fejlesztés, a fejlődés idejét érik és építkeznek. Gondolok itt a Kisbéke logisztikai központra, illetve vannak olyan topos beruházásaink, fejlesztéseink, melyekben szintén helyi vállalkozók és vállalkozások kaptak szerepet. Itt az ARJ ruhagyár, a korábbi Börni ruhagyár helyzete kérdéses, de hiszem, hogy a jövő hét folyamán ez is megoldódik, és erre is pont kerül, hiszen 540 fő foglalkoztató gyárról van szó, amely illetve már meg szebb napokat is, de tudjuk azt, hogy jelen esetben a piac elsőlegesen nem az öltönyök és a lakók vásárlására van berendezkedve. Reményeink szerint a maszkgyártás elkezdődhet és el is kezdődött valamilyen szinten. Nyilván itt nagy kereskedelmi hálózatokba fognak majd belépni, beépülni. A legnagyobb gyáraink közül kiemelném a Sisztronot, amely üzemel, és ahonnan az áruszállítás folyamatos, egy olyan 80%-os nagyságrendben az eredetihez képest azért a ki- és beszállítás az megtörténik, a munka az zajlik, míg a Austria Juice-nál pedig, hogy a gyümölcsfeldolgozás folyik ugye a gyümölcs termesztési időszakban, ugye nyár végén és ősszel, itt a kiszállítások mennek, a megrendeléseket tudják teljesíteni. Összességében, ha és amennyiben a helyi vállalkozóknak információra, segítségre van szükségük, az önkormányzaton nyitott, és mindenben állunk rendelkezésükre. A város a kialakult helyzet ellenére folytatja a már elkezdett beruházásait, így például a Gergely-Ugornyai kikötő és strand építését is, ahol többek között családbarát mosdót is kialakítanak majd.